Megalázó vereséget szenvedett otthonában az Újpest futballcsapata az évet nyitó Paks elleni meccsen, ahol a zöldfehérek 6 óra nyertek. A döbbenetes kudarc után a sorok rendezésére nincs sok idő, mert az Albert Stadion búcsúztatóján 18 ezer néző várja a lilákat a Fradi ellen. A megyeri útiak élő legendája, örökös bajnoka volt edzője, Göröcs János a vendégünk a sok után, és a sok talán magyarázatával is jó reggelt kívánok, szervezni. Ki voltál? nem voltam, kint tévén néztem. De hát nem nagyon kapta levegőt, nem? Hát ez a vitatható 11-es után összeesek, akkor sem magyarázat ez, hogy így játszottak. Szinte nem voltunk a pályán, szó szerint. Ha jó visszaemlékszem, egy ilyen kavarodás után volt egy kapura lövés, aki valakinek a fejét eltalálta, de azon kívül nem volt helyzetünk. Ha most összevetem a, a paksal, a 6 hat, hat gól, és még volt három-négy olyan gólhelyzetük, amit a Balajca bravúra védett, ha azok bemennek, akkor egy 9-10-es eredmény is születhetett volna. Hogy ez miből adódik? Jó pálya, jó idő volt, szóval még erre se lehet fogni, viszonylag jó csapat játszott, egyénileg legalábbis majdnem minden játékos szerintem a paksiakat tudásba fölülmúlja, de csapatként valahogy nem működött ez. Na most én olvastam szombat, a, a Megyeri úti uh, klub honlap beszámolóját, ugye igazságtalan 11-es, jó, uh, kiállítás, az öngót pedig egy egész nevetséges uh, önigazolással fogalmazta meg, hogy a labda olyan szerencsétlen irányt vett, hát hogy már mint hogy bement a kapuba. Uh, képes lesz szerinted a csapat meg a társaság szembenézni a valósággal? Aztán majd mindjárt megnézzük, hogy mi lehet a valóság. De ugye van az a valóság, amit te mondtál, hogy ebből lehetett volna 9-10 is. Meg lehet azt mondani, hogy hát tulajdonképpen hát majdnem 1-0 lett, csak szerencsétlenül gurult a labda. Hát én nem látok itt, itt előremutató dolgot egyáltalán. Szóval egy olyan játékos, mint a Vasiljevics, akit nagyon jó futballistának tartok, tavaly azt hiszem a csapat egyik legjobbja volt, szinte nem volt a pályán. Vagy nem jó helyen játszanak a játékosok, érthetetlen, nem tudok mit mondani hogy egy Laundry a Balbek milliószor futott föl különböző meccseken, jó a beadások, minden, most talán egyszer ment föl. A Vermes Krisztián talán föl se ment. És ilyen védelem, ahol legalább négy válogatott játékos van, ennyi gólt összeszedjen, hát nagyon kilátástalan a hétvégi meccs, ahová majd fognak menni nagyon rossz jött ez, mert a Fradinak meg van egy ilyen egy óriási visszavágó vágya. Hát hogy hiszen a... nem is nagyon volt más az a csapat, amelyiket nem régiben még Úgy, ahogy mondtad, Hát 6 nurra... jó, ott is, ott is a Fradi azután esett össze, mikor kiállították azt azt a csejátékost. Egy fölösleges szabálytalanságért nem is volt, az se kiállítás, de kiállították. Azután esett össze a Fradi, most Újpest esetében ugyanezt azért elmondhatjuk, de hát akkor is volt már eset, hogy a, a, a csapat tíz emberrel is meg tudta fordítani a meccseket. Most nem tudom, mi volt itt. Na. Hogyha egy kicsit megyünk a múltba, és fűrkészel a saját pályafutásodban, nyilván én nem tudom elképzelni, hogy ti kaptatok volna a megyeri úton bárkitól egy hatos, de mi volt az, ami ennek megfelelő volt, amikor, amikor összeestetek döbbentem, mert, mert mondjuk nem várható módon beleszaladtatok egy ilyen jellegű vereségbe. Mondom, nyilvánvalóan ez nem egy 6 0 fogsz elmesélni szerintem. Hát nem, hogy az én esetemben, abban a 15 évben nem volt ilyen, de még a szusza ék idejébe se emlékszem ilyen vereségre. A mi esetünkben volt egy olyan meccs, amire én emlékszem, két éve nem kaptunk ki Újpesten, és a Pécsel játszottunk ide Lehet, hogy volt egy kis nagy képűségben, hogy simán nyerünk így, meg úgy, a lényeg, hogy kikaptunk kettő Erre emlékszem én, hogy Újpesten valaha kikaptunk volna akárkitől. Egyszer a Faradé ellen kikaptunk 62-be, 2 nullra, a szegény nagyapám előtte való nap halt meg, és az Albert egy csodálatos gólt rúgott, és kettő ra kikaptunk. Maximum, erre emlékszem, de ennél nagyobb vereségre én nem emlékszem az én időmben. Na most például, amikor te beleszaladtál a, a, egy ilyen vereségbe, amikor te játszottál, akkor utána milyen volt az öltözőben a hangulat? Hát letörtek, letörtek, voltunk, meg kell, hogy mondjam, mindenki szégyelte magát, mert, mert nem egy olyan csapattól kaptunk ki, akit, akitől Újpesten mondjuk ki lehet kapni. Lászl ugye? A Pécset meg kellett volna verni, nem tudtuk megverni. Kész, ennyi. Akkor jöjjünk vissza a jelenbe. Egy ekkora Betlinek, az előbb mondtad, olyan tudásbeli okai nem lehetnek. Tehát, hogyha a játékosok egyéni képességét összehasonlítjuk, akkor már csak valami lelki, morális, nem tudom, ez mi, ez lassító sztrájk? Mi, mi lehet ez? Én se tudom, meg kell, hogy mondjam, mert a felkészülésről csak jót hallottam, hogy Törökország így, Törökország úgy, de azt is hallottam, hogy ez a Berga tréner, nem szeret edzőmeccseket játszani. Hát ilyen nincs egy szezon előtt, hogy ne játszon edzőmeccseket, akkor a hibák hol jönnek ki? Hát egy edzésen, egy sima edzésen nem jönnek ki a hibák, honnan tudja, hogy most ez, ez, miért nem ez játszik, miért nem az játszik. Érthetetlen a... Értelem, nem tudok mit mondani. Hát az újpesti szurkolótábor, az ultrák minden esetben már a transzparenseiken a stadionba kirakva, ők már elbúcsúztak ettől a edzőtől. Szerinted a belga tulajdonos fog drasztikusat lépni? Hát szerintem a fradi meccset mindenképp megvárják. Ha az, ma beleszaradnak egy nagy zakóba, akkor szerintem fog váltani. Fog váltani. Hát... Szerintem muszáj is. Nem vagyok külföld ellenes edző, mert, mert mi is mentünk annak idén, miért ne jönne hozzánk is. De valahogy nem akar az eredmény jönni. Úgy nézett ki, hogy tavaly össze valami beindul. Jó, hát egy-két magyarázat lehet, hogy a két legtehetségesebb játékosa, a Simon meg a... Lázár? Lázár. Igen, igen, ezt akartam hogy... mondani, hogy talán az nem pozitív az volt, hogy, a, hogy hosszú szünet után Lázár Bence legalább a 20 Most percet Most beszállt, játszott. nem is játszott rosszul, nem is játszott rosszul. Szóval ott elől én, én ott a Kabát, meg a Remini, hát mit mondjak, szóval nem azok a, a, a robbanékony játékosok, mint, mint amit én el tudnál képzelni belső csatárként. Milyen elegánsan fogalmazol. Mert nem lehet, nem lehet mindent kijátszani. Uh -huh. ott, ott, ott kell egy hosszú labdával, mint ahogy az Újpest mostanában ívergetik, ívergetik. Nincs, nincs, nincs játék. A védők rúgják előre, szegény kabát meg a, a Remini háttal a, 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 a kapunak, nem tud egyszerűen mit kezdeni, nem tud kifordulni, lefordulni. Ez akkor lenne érdekes, ha egy-két védőt levenne ott a középpályán valaki, és úgy indítaná őket, hogy. Vagy hogy... mondjuk a fanpörszi állna ott elől, és nem a Remini, Hát, az, hát igen. Ez egy másik Igen, volna. igen hát. Nincsenek könnyű helyzetben. Szerinted ezek a külföldiek jobb játékosok egyébként, mint a hazai választék? Hát én például, nem tudom, a, a Barci nekem nagyon tetszett, akit most elengedtek, azon a 6 0 meccsen a Fradél játszott is, nem is rosszul. Ha hoznak, én azt nem értem, ha hoznak játékost, mindezt a Kriszt, például ezt jó futbalistának tartom, meg a Balbeket, a Laundri vagy, uh -huh. vagy, nem tudom, hogy hívják, de ha itthon van jobb, nem tudom, hogy mi hoznak külföldről. El tudom képzelni azt, hogy, hogy azért vesznek játékosokat, mert nem tudják. Azt, azt annyival írják be a jegyzőkönyvbe, veszik egymillióért, és beírnak tizet, vagy mit tudom én. Ja, és akkor, az... és, és akkor Ló... valami lóvé marad így is, úgy is. Nem tudok mást elképzelni. Uh -huh, uh -huh. Nem tudok mást elképzelni. Hát hozták ezt a fekete bőrű játékosokat öt vagy hat éve, vagy hetet. Hát abból hat, használhatatlan volt. És ide hozzák, és hát a himnuszról meg ne is beszéljünk, hogy ezeknek még, még játsszák a himnuszt. Himnusz ellenes vagyok a bajnoki meccseken. Mm. Ahelyett, hogy elkezdenék még ezt a szomorú himnusztot végig hallgatni, hat külföldinek, aki azt se tudja, hogy miről van szó. Szóval egyszerűen nem értem, na, hogy ezt valaki nem veszi már észre. Azt hiszem, talán három pályán játsszák csak a himnusz már. A világon meg sehol. Igen, igen. igen. Hát, 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 a... klubindulót kell játszani. Itt. Azt mondanak végül, hogy ezekkel a játékosokkal milyen kilábalás lehet, mert hogyha az ember közben megnézi az öreg fiúk keretét, Fehér Csaba, Egresi, Szlezák, Brockhauser, Herceg, Bükszegy, hát mintha ütőképesebb lenne, most gonosz vagyok. Nah, hát én nem, nem akarom ennyire szígyni őket, beleestek egy hullámvölgybe, mondom, nem tudom a felkészülő mi lehetett, Szóval se, se, nem védekezünk, se nem támadunk. Szóval ebből kilábalni, ebből a felfogással szinte lehetetlen. Hogy, hogy... Mit tanácsolnál a belga tulajnak, hogyha megkérdez, ha fölhívna? Hát, mit, 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 mondd meg, mit lehet tanácsolni 6 után? Mit lehet tanácsolni? Hát ez érthetetlen, jó. Arra fogják a kiállítás, nem volt 11-es, utána összeesnünk, de... Amit olvasott az ember a felkészülés alatt, hogy csodálatos volt minden, hát meg kell várni még két-három uh -huh. meccset, aztán a Ha, ha meg, vár, meg, Ugyanúgy megy tovább, mint, mint ahogy ezt láttuk szombaton, akkor itt váltani kell. Jó, megvárjuk, megnézzük, és aztán aztán folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm.